A Jackas Forever bebizonyítja, hogy öreg marha, nem vén marha. Eredetileg már tavaly mozikba került volna a legújabb Jackas kaland, de elsősorban a járványhelyzet, másodszorban a munkálatokat nehezítő egyéb körülmények miatt idénre csúszott a premier, ráadásul hazánkban nem is került sor hivatalos bemutatóra. Ennek ellenére Amerikában nagy siker lett Johnny Knoxville-ék feltehetően utolsó marhulása, a végeredményt látva pedig ez teljesen jogos. Hirdetés. A Jackas az ezredfordulón, vagyis több mint 20 éve indult hódító útjára. Knoxville, Steve-o és a többiek azóta átéltek pár őrültséget, és az is tény, hogy ők sem lesznek már fiatalabbak. Mindegyik őstag az 50 felé közeledik, néhányuk át is lépte már, így meg kell gondolni, hogy miket vállalnak be. Hogy ez mennyire látszik a filmen? Nos, nem nagyon, ugyanis hőseink ugyanúgy benne vannak minden kreténségben, ahogy eddig. Rögtön a Spike Jonze által rendezett nyitány megadja az alafangot és felkészít minket arra, hogy mire lehet számítani. Finom kezdés, enyhe felvezetés. Frászt. Egyszerre morbid, gusztustalan, grandiózus és vicces a prológus, ahol feltűnik minden régi és új szereplő. Az újoncok többnyire jól belesimulnak a gegekbe, nekem személy szerint Púpies volt a kedvencem, ő abszolút olyan, mintha régóta a csapat tagja lenne. Egyedül a női tagnál, Rachel Wolfonnál éreztem, hogy minimálisan kilóg a lóláb, de lehet csak azért, mert kevés jelenetben szerepelt. A nagy öregek hozzák a formájukat, Knoxville tökéletes tahó, Steve-o még mindig nem félti a testét, Pontius elsősorban az átalakulásaival dominál és így tovább. Aki egyértelműen a legtöbb szívatást kapta, az Elfren, a medvés kalandja külön megér egy misét, de a sajátosan újra gondolt, rettenetesen morbid, de fantasztikusan vicces a bárányok hallgatnak jelenetben is vitte a pálmát. Ezt láttad már? Rengeteg hír, cikk és kritika vár ezen kívül is a Pullywoodon. Iratkozz fel a hírlevelünkre, mert kiválogatjuk neked azokat, amikről biztosan nem akarsz lemaradni. Kijelentem, hogy az adatkezelési nyilatkozat tartalmát megismertem és azt elfogadom. Feliratkozom. A mutatványok közt látunk kvázi remékelt elemeket, többek közt újra előjön a káptest, természetesen Ehrennel is bizony fáj, nem csak neki, nekünk is. Nem maradhatnak el a szokásos vendégszereplők, feltűnik egy-egy szegmens erejéig Machine Gun Kelly, Eric Andre vagy Tyler The Creator. Térjünk ki kicsit a cselekményre is, vagyis inkább arra, hogy milyen a baromkodások színvonala. Sokkal több az állatos jelenet, a sokkolókkal való játszadozás, ugyanakkor szinte teljesen eltűntek a kandi kamerás, polgárpukkasztó dolgok és talán a szarús hányós betétek sincsenek akkora számban, mint egykoron. Persze, aki érzékeny a pénisz látványára és meghökken a testnedveken, az továbbra sem fogja élvezni ezt a mókát, még mindig kell gyomor a Jackashez, ez tény. Nyilván lehet azzal példálózni, hogy ennyi idősen ez már sok, nem vicces és mit erőlködnek szerencsétlenek, de ezzel tisztában vannak a szereplők is, nem hiába látjuk a futópados vagy a bikás mutatványok következményeit. Én mégis bármeddig el tudtam volna nézni Knoxville-té és bandáját, mert amit itt látunk, az vegy tiszta szórakozás. Nagyon jól esett, hogy másfél órára belekerülhettem ebbe az agyament világba, végig vigyorogtam, sokszor nevettem, néha felsziszentem, de mindenek előtt jól éreztem magam. Ebben pedig mindig lehet számítani kedvenc vadbarmainkra. Jackas Forever. Jöhet még több film, sorozat, könyv, képregény. Kat ide,